orvos teológus sokkal vagyunk a körülményekkel. Ez már tavaly is megtapasztalta, hogy most kezd felerősödni, úgyhogy majd jövőre még inkább rájövök én is. Nagyon szép ez az idézet, nem hitetlenkedett Isten igéjében, hanem erőmeréket hitéből. Az Isten és ember kapcsolat ott kezdődik, hogy Isten megkeresi az embert. Elültet a szívében egy olyan vágyat, hogy Isten után törekedjék. Így tudja az Isten keresni, az ember keresni az Isten, és így tud az ember Isten létezéséről. Most ez a kontaktus nagy nehezen létrejön, megvan a teremtés, bűnbelsés, gyilkosságok, mindenkivel megfűszerezve, és egyszer csak azt mondja az Isten az embernek, a profitákon át, különböző embereken keresztül, hogy te kell lesz nekem. De úgy kell lesz nekem, hogy nem birtokolni akarlak, hanem szeretni akarlak. Teljesen oda akarom magam adni neked, később már kifogom neked szolgáltatni a gyermekemet is, szeretni akarlak téged, de úgy, hanem ettől sokkal magasabb szintű értékekről. Na most a Jóisten különböző kis torpajókat küld felénk. Azt üzen a Szent Fia által, hogy nem vagy egyedül, hogy szeretnek, hogy bűneid megbocsátatnak. Az Isten félő embernek minden javára válik. Ilyen és ehhez hasonló dolgokat próbál a Jóisten magához bilincselni minket, de édes bilincselsz, és az ember ezt elfogadja, mert milyen jó, szeret az Isten. Szívesen járunk templomba, imádkozunk, fogjuk otthon egymás kezét, mondjuk a gyerekekkel, nekem nincs, de a házastársamat. Halálos beteg leszek én, vagy halálos beteg lesz valamelyik hozzátartozom. Most ezzel mit kezdek? Kettő reakcióval találkozunk általában. Az egyik az, amit Jobbnak a felesége mond, Jobb történetét nem fogom nem esetleg mindenki ismeri, Jobbnak a felesége mondja, amikor már Jobb felé, és a Jobb barátai is ezt a véleményt osztják, amikor már Jobb fekélyektől beborítva, teljesen meggyötölten ott ül a fejére hangot szóra, hogy a zsidó szokás szerint bűnbánatot gyakorol, szőrhába öltözve, a háza előtt is imádkozik az Istenhez, sőt, dicsőíti az Istent, akkor azt mondják a feleségben, hogy jó, te nem vagy normális. Miért nem szírod az Istent? Hát elvette a gyerekeidet, nem mindent, nem vált többet, elvette a vagyonodat, megölte a szolgálóit, felégette a legelőidet. Nincs a magtáraidban termény. Ezt az Isten teszi, de tudok ki nekem bármi, hogyha jót el tudtam fogadni Isten kezéből, a rosszat is készséggel elfogadom. Ezt nevezzük úgy, hogy ráhagyatkozás. És akkor ezzel az ember kimondja azt, hogy Isten kezében vagyunk, ami történik a hívő ember számára, valóban valamilyen célból történik, Istennek ezzel célja van, és az én szenvedésem, a hozzátartozóim halála, a gyermekeim halálos betegség, vagy az én halálos betegségem, az biztos egy magasabb célt szolgál. De hogy valaki eddig elérjen, fel kell érnie, fel kell nőnie a kereszt magasságához. Hogy a kereszt ne egy rémisztő valami legyen számunkra, hanem egy olyan fa, amiből élet nő ki keresztények, és ez nem más számunkra, mint maga a tanítás. Akkor Bonaventurától megkérdezték, hogy az egyik tudós társa, hogy hol van a te könyvtárad, szeretném látni ezt a nagyon sok bölcs dolgot, amit papírra vetettél, megmutatnád nekem. Akkor Szent Bonaventura bevezette őt egy szobába, szóval talán a saját kapó cellájába, és ott nem volt már csak egy ilyen pricsma, tikónak mondanám, meg egy nagy, hatalmas, nagy fából készült, durván kifaragott feszület. Hányszor van az, hogy elcsüggedünk? Én is el szoktam bevallom, hogy tud csak mindig. Egymás között vagyunk. Én is el szoktam, de aztán mindig történik valami, ami
a hitemet megerősíti, és csak ezzel a hittel, a Jóistenbe kapaszkodva, mert sok mindent az életben nem megérteni, arra ne törekedjünk, hanem megélni, átélni, nem átvészelni, hanem elfogadni. És ez nem mindegy. Jó, akkor ott elfogadta a sorsát. Beteg vagyok, az Isten eddig segített, valami miatt most ennek be kellett következnie, de biztos vagyok abban, hogy ennek így kellett lennie. Szólt a fejére a hangul, kapalgatta cserépvel a sebeit, és dicsőítette az Istent. Találkoztam már olyan beteggel, aki dicsőítette az Istent, de ritka. Olyannal inkább, aki súlyosan ilyen perc, amikor nem lett volna fájdalma, nekem minden percig hálát adok, amikor nem voltak fájdalmai. Tehát az ember így reagálja ezt le kétféleképpen, az, hogy rábízom a hajra az Istenre, ez teljes állatkozás, és az Isten minden szépen elrendez. De valóban így van, mert minden olyan tettük már ezt, és gyönyörű szépen működik. Vagy pedig azt mondom, hogy most ilyenkor hol vagy? Egyáltalán, hogy létezel-e? Ezt azért nem mondjuk, mert az nem biztos, hogy jó. Jó Isten megbocsát, csak a mi lelkünkben akkor olyan sebet, amely később nehéz lesz meg nekünk összefordozgatni. Most erre két példát szeretnék mondani. Lehet, hogy már elmondtam, de remélem, hogy elfejtettem már mindenki. Én igen. Az egyik példa az, amikor rábízza magát az Isten teljesen az ember. Ez a családomban történt a rokonságon nagynéném, akinél rákos dagantó diagnosztizált a kezelőtt 40-50 évvel. Gondolom, hogy akkor már gyógyulóknak számít ilyenkor ennyi idő elteltével. És ugyanakkor bement a doktor úrhoz, akkor azt mondta, hogy asszonyom, rossz hírt kell közölnöm önnel, valamilyen rákja volt, ilyen és ilyen betegségben szenved, ami halálos. Szerintem egy dolgot kell rendezenem mindent, mert hetekről vagy legfeljebb hónapokról van szó, amit még családja körében tölthet, és volt három kiskorú gyereke. És mondta, hogy nem ott van az doktor, hogy a gyerekeket fel kell nevelnem. Hát az orvos megértően bólogatott, megsimogatta a vállára, elköszönt tőle, és a nagynéném pedig mosolyogva felöltözött, és azt mondta, köszönöm szépen, doktor úr. Az orvos csodáktól nézett rá, hogy csak ennyit mond, asszonyom. Nem is szomorú, ilyenkor azért más reakciókat szoktam tapasztalni. A reakció az jött, az volt, hogy jó az Isten, megsegít. Azt mondta az orvos, hogy legyen úgy. Elköszöntek, és a nagynénén meg nem volt ideje meghalni. Ilyen is van. Tehát ő hazament, ellátta három kisgyerekét, a férjét, édesanyja is vele jött még akkor, plusz még azt a rengeteg munkát, ami a ház körül adódott, és 11 év múlva egy kisebb fajta betegség miatt ugyanahoz az orvoshoz került, aki megismerte. És megkérdezte, hogy asszonyom, ő itt? Na, igen, doktor úr, hát azt tetszett mondani, hogy meg fogok halni, de én mondtam, hogy jó az Isten, és megsegít, és megsegített. És visszakérdezett az orvos, hogy tudja-e, hogy hányszor gondoltam én magára, hogy vagy mi lehet önnel. Mert annyira benne volt a szavaiban, a szemeiben az, hogy ez több, mint egy frázis. Ez több, mint egy kimondott mondat. Ennek a mondatnak mélysége volt. És ezt a mélységet most látom önben a jóvilásában, és látom azt, hogy ezt a betegséget a Jóisten gyógyította meg, önnek nagyon-nagyon mély a hite. Másik ilyen történet, akit 80-valahány évesen temettem el, éveken át keresztül jártam hozzá, iszonyatos fájdalmai voltak, és ő azt mondta, hogy Zsoltikám, nekem most ez a dolgom. Mondom, mi? Hát az, hogy szenvedjek, hogy beteg legyek. Tehát elfogadta a szenvedés. És kérdezte, hogy van-e benne probléma nálunk,
jelent a rendnél, a plébániánál, mondom, akad. Akkor mondjam, mert akkor ezeket mind felelje, sok-sok-sok, itt végre itt a sok szenvedés, mondja mosolyogva közben görcsölt hasa, végre itt a sok szenvedés, van ki egy felajánlani. Hát ez így fogta föl. És aztán, amikor beszámolt arról, hogy hogy telt a nagypénteken, akkor az nehéz volt könnyek nélkül végighallgatni. Azt mesélte, hogy a nagypénteken az gyönyörű volt. És akkor felcsillant a szemem, azt hittem, hogy nem voltak fájdalmai. És akkor folytattam, hogy rengeteget szenvedtem. Ami ilyen nincsenek. Rengeteget szenvedtem, akkor vittek el vizsgálatokra, megyei kórházban feküdtem reggel 8-tól délután 4-ig egy lemezasztalon, aradtam egy lepedő, nagyon hideg volt, nagyon fájdalmas volt, de és sokféle az, akik adtam, hogy de mi volt ebben a szép? Hát mondom, én nem biztos, hogy ennek ennyire örültem volna. Azt mondtam, az volt a szép, hogy nagy péntekben történt mindez, és alkalmamban állt Krisztus szenvedésével egyesülni. És akkor én elszégyeltem magam. Én meg panaszkodtam, hogy meg kell jutatnom 100 embert. Hát mi ahhoz képest? Semmi. Ezek ilyen igazi tanúságtételek, amelyek kellenek a világban. Az ember éli az életét,